Szerelem iránt a pokoli gusztusot, tizen a szám az egész alapon, s ezen a rém szomorú alapon, bukom elén az edény mezőjén, noha még tagadom. A Budapest Bár egy érdekes zenei vállalkozásba fogott, amit ott 2007-ben Farkas Róbert a zenekarok közé gyűjtötte a magyar rockzene kultikus alakjait. Eredetileg egyetlen lemezzel összeállt alkalmi csapat volt, de a siker akkor lett, hogy azóta megtelnek rájuk a színházak termei, és sok ezen énekelnek együtt a zenekarral fesztiválokon, rendezvényeken egyaránt. Filmságereket, kuplikat, táncdalokat és egyéb híres dalokat dolgoznak fel, hangszerelt cigány zene kíséretében, újrahangolva a sokak által ismert dallamokat, vagy akár rég elfeledett kincsekre bukkanva. Ezt a fajta hangulatot akarták megidézni, mely a 20-as, 30-as évek kávéházait jellemezte, vagy amely dalokat a filmvászonról énekelt Karádi, Sárdi vagy Latavár. Farkas Róbert nem is tagadja, van egyfajta küldetése arra, hogy ezt a műfajt tovább éltesse. Inkább a szeretet, ami arra ösztönzött, hogy nagyon szeretem ezeket a dalokat, hogy ebben foglalkozzak, de most már látom a jótékony hatásait is, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy egyre jobban így az éjszakai életben kerülnek ezek a dalok, olyan szórakozóak, ahol nem nagyon, de azért lehet látni, hogy élő zenék azért jönnek vissza ilyen szórakozó helyekre, és ezek a dalok mindenhol, ha éjszakai életben is megtalálhatóak, hisz ezek régi pesti dalok, olyan dalok, ami a szerelemről szól, akkor a különböző érzelmekről, amik azt gondolom, hogy nagyon fontosak, hisz minden fajta lelki állapothoz megvannak a kellő dalok. Kis Tibi, Mezőmisi, Lovasi, Tóth Vera, csak néhány név, akik szívesen csatlakoztak az évek során a kísérlethez. Farkas Róbert azt mondja, ma visszatekintve merész vállalkozás volt a rockzenészeket bevonni. Egy kicsit bátor volt, de én azt gondolom, hogy ha lépünk, akkor miért ne lépjünk nagyot. És hát ez most már 15 éve, ez most már nagyon szépen működik, úgyhogy én örülök neki, hogy annak idején egy nagyot léptünk. Volt már ilyen többször, hogy ezt a dalt, vagy azt a dalt nagyon szívesen énekelnem, van ilyen, és én ennek nagyon örülök. Ami szerintem nagy újítás volt annak idején, hogy saját dalok is bekerülnek a repertoárba, ami azért fontos, mert sokkal jobban lehet egy kultúrát úgy életbe tartani, hogyha mindig vannak napra kész dolgok, és nagyon sok énekes most már írt, és írni is fog a Budapest Bárba dalokat. Ugye a 20 ezer éjszakás kaland, ami nagyon nagy sláger lett, de most már egyre több dal van, és hogyha mindig albumot készítünk, akkor már természetesen új dalok is vannak, és lesznek is rajta. Az már persze a jövő zenéje, hogy visszatér-e a hangulat, vagy felmerül-e újra az igény arra, hogy a kávé mellé a baráti beszélgetések aláfestőjeként az élő zene visszatérjen a vendéglátóhelyekre.
Szerintem ez a hajó elment, de nem tudom milyen formában vagy hogy lesz. Lehet, hogy marad ugyanez a koncertező forma, hogyha az ember zenét akar hallgatni, akkor nem helyhez kötöttem megy valahova, szórakozó helyre, vagy vacsorás helyre, hanem kimondottan koncertre jár. Én azért bízom benne, hogy van, amennyire ez fog változni, így a százalékok azért egy picit változnak, de régen, annak 20-as, 30-as években 600 kávéház volt csak Budapesten, és a több mint felébe volt élő zene. Ugye most már nem mondhatjuk el, hogy kávéházi szinte 300 helyen Budapesten élő zene lenne, mert egy-két kezünkön meg tudjuk számolni. Sokkal inkább lettek olyan szórakozó helyek, ahol minden nap vannak koncertek. Akár nyáron ilyen a park, meg egy-két hely, ahol egész szezonban is jó időben napról napra lehet koncertekre járni. Szerintem ez se rossz alternatíva, de hogy az élő zene van, annak csak örülünk nagyon. A muzsikusnak